A tücsök és a bogár egy folyamatnak a befejező része. Az 1950-60-as években elhatározták, hogy teljesen megváltoztatják a természetes táplálékunkat. Biztos emlékszel még rá, kezdték a zsírokkal, az állati zsír rendkívül egészségtelen, helyette hidrogénezett növényi olajokat kell lenni. A vaj egészségtelen, helyette margarint kell lenni. Akkor, mikor már elég sok embernek tönkrement a keringési rendszere, érelmeszesedése, meg mindenféle magas vérnyomás, akkor most már mondják, hogy hát lehet, hogy mégiscsak vissza lehetne térni az állati zsírokra, és hogy a vaj lehet, hogy mégiscsak jobb, mint a margarin. De az embereket most már rászoktatták 2-3 generáción keresztül, most már nagymama is így főz, úgyhogy ezt látja a család, valószínűleg egy ideig még így fog maradni. Következő lépésben elhatározták, hogy jön a szénhidrát vagy cukorinvázió. Hát először is nagyon lement a cukorára, édesebbnél édesebb süteményeket reklámoztak, árultak korál száján. A növények nemesítése nem a tápértékre történt, hanem mennyiségre, hozamra, és ez a hozam növekedés, ez mindig a szénhidrát mennyiségének a növekedése volt. És most elérkeztek a harmadik ütemben az általunk fogyasztott fehérjék megváltoztatásához. Tehát azt mondják, hogy az állati fehérje az nagyon rossz. Az egészségtelen, a vörös hústól van mindenféle egészségügyi problémánk, ami nem igaz. A probléma az, hogy a nagyüzemi állattartásban tartott állatok tele vannak mindenféle olyan anyaggal, ami egy normális állatban nem volna benne, és ennek a húsa valóban nem egészségesebb számunkra, mint a tücsök vagy bogár. És a tengerek annyira elszennyeződtek, hogy most már hal se igazán egészséges, és a szárnyasokról arról jobb, ha nem is nagyon beszélünk.